A második korintusi levél 10. részének első 6 versét olvasom. A Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Szeretett testvéreim, Pál apostol visszatér a problémára, ami a korintusiakkal kapcsolatban foglalkoztatja. És itt nevesíti is, hogy akik rágalmazzák, azok azt mondják, hogy amikor jelen van, akkor gyönge, bezzeg a leveleiben, erélyeskedik velünk. És igazából a rágalom az egyik dolog, ami miatt az apostolnak baja van ezekkel a rágalmazókkal az, hogy test szerint élnek, mármint az apostol, meg a munkatársai. És azt mondja, hogy igaz, hogy testben élünk, de a hadakozásunk fegyverei nem testiek. És itt jó nekünk is arra gondolnunk, hogy a hívő ember testben él, és igenis, ennünk, innunk kell a mindennapi feladatainkat végezni, meg ennek a világnak a hálózatába bele vagyunk szőve, de a hadakozásunk fegyverei vajon testiek, vagy pedig, ahogy itt az apostol mondja, nem testiek, hanem erősek Isten kezében erődítmények lerombolására. Nem is tudunk testi fegyverekkel igazából a lelki mezőkön hadakozni. Isten országában nem használhatók a testi fegyverek, és azt mondja, ezekkel rombolunk le már, mint az Isten kezében lévő, tőle kapott fegyverekkel, minden okoskodást, minden magaslatot, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek. Tehát tudnunk kell, hogy igazából lelki fegyverekkel tudunk hadakozni Isten országa vonalán. Tehát a földi vonalakon lehet testi fegyverekkel, meg azzal, amikkel emberek hadakoznak egymással, meg legyőzni a másikat, meg minden, de a lelki mezőkön ez nem használható. De a lelki fegyverek, az Istentől kapottak, azokkal tudjuk lerombolni az ellenállást. Nem biztos, hogy sikerül minden esetben, de csak ezzel sikerül, amikor előbbre tudunk lépni. És azt mondja, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot Krisztus iránti engedelmességre. Na most itt kell nekünk is nagyon figyelnünk, hogy járunk a mindennapokban. Valóban úgy tekintünk az életünk minden területére,
hogy fogjul ejtve minden gondolatot a Krisztus Jézusban, hogy onnan indul, oda érkezik a mi hadakozásunk, a mi életfolytatásunk, hogy ránk lehet ismerni, hogy ez az ember a gondolkodásában, a döntéseiben, a cselekvéseiben Krisztus Jézusból indul ki, őtőle, és ő hozzá kíván megérkezni. És azt mondja, hogy és hogy megbüntessünk minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek, tehát, hogy Korintusban se söpörjük szőnyeg alá, amik nem tiszta megoldások, és amik tényleg testiesek, és ezt az ellenségeskedést is, meg áskálódást is ki kell tisztázni. Nem megy, hogy azért, mert hívők vagyunk, azért borítsunk fátylat mindenre, és a békesség kedvéért hagyjuk, hogy a mérgező dolgok mérgezzenek. Úgyhogy erre figyeljünk, testvéreim, hogy őszintén, nyíltan járjunk, és merjük nevén nevezni a dolgokat, persze az igazságot követvén szeretetben, ahogy Pál is harcol önmagával is, velük is. Sokszor az a megoldás, hogy nem hadakozunk, most csöndben maradunk. És vannak dolgok, akiknek meg kell érlelődniük. Mert különben csak a magunk megoldásait tudjuk hozni. Én nekem is vannak ilyen helyzetek, amikért imádkozom. Most például, hogy kisalag magyarod vonatkozásában, ahogy eldőltek a dolgok, és számos vezetővel, testvérrel szembe mentünk. Na most hogyan tovább? Hát nem lehet ellenségeskedni, de nem leborítani egy ilyen kegyes mázzal a dolgokat. Úgyhogy hadd kérjem is a testvéreket, hogy segítsenek, hogy az esperessel, a főjegyzővel, a megválasztott lelkésszel, hogy hogyan is, mert kész vagyok én az indulatokért, vagy esetleg a sértő, felhangú megjegyzésekért, akár levélben, a bocsánatot kérni, de magát az egészet, azt azért úgy szeretném kezelni, hogy ne mossuk el azt, amiben engedetlenek voltak ők is. No, hát ezt csak arra mondom, hogy testvéreknek nem kell ebbe beleavatkozni, de imádkozzanak, hogy Uram, add meg az öreg lelkésznek is, hogy úgy tudja rendezni, mert rendezni kell ezeket a dolgokat, ki kell tisztázni, nem a magam igazáért, hanem az Isten rendjéért.